A számítás technikában idejekorán szerzett jártassága révén több ezer család, tízezernél is több személy anyakönyvi adatainak birtokában Rudolf László bátoszéki helytörténész már elkészítette Józsefalváról, Andrásfalváról és legutóbb Fogadj Istenről is az ottani családok életútját lekövető három könyvét. Vissza van még Isten segíts és Hadikfalma, amelyeken már most munkálkodik, a székelység Tolna megyei kutatójává is vált, sok leszármazottnak eddig nem ismert új információkkal szolgáló szerző. Ezek a könyvek általában csak egy falunak a népességét követik. Na most ez is nagyon nehéz, hogy megfogni, hogy ki az, aki csak Andrásfalvi, és ki az, aki mondjuk egyszerűen csak Isten segítsi, mert nagyon nagy keveredés volt már az elején, és akkor most akkor az egyik kötetnél akkor közöljem, a másiknál ne közöljem. Ha elvándoroltak, de aztán később egy generáció múlva esetleg visszajött a család, tehát ezek mind ilyen nagyon problémát okoznak, hogy most melyik kötetbe külön legyen. Rudolf László álma, de nagyon is reálisnak tűnő terve, egy míves kötésű, mint egy félméteres gerincű nagy székelykötet, amelyben valamennyi település benne lenne, és a most még több könyvében is helyhiány, illetve nyomdatechnikai okokból kimaradt képek is méltóképpen meg tudnának jelenni ebben. Ha majd egyetlen egy nagy Bukovina kötet lesz, akkor nincs probléma, akkor abban mindenki egyszer szerepel, és hatalmas nagy kötet lesz. Tehát így lehet ezt elképzelni. Fogadj Isten, Isten segíts meg, családfa kutatása más érdekességeket tárt fel, mint az Andrásfalváról, illetve Józsefalváról szóló. Az a legnagyobb érdekesség, és a könyvemben ezt mind publikáltam is, hogy eleinte boldog-boldogtalan megfordult ebben a kis faluban, hiszen akkor mondom csak még Fogadj Isten, meg Isten segíts létezett, és utána egyszerűen szőrén szárán eltűntek az emberek. Tehát csak azok a családok maradtak meg, és az áttelepedésig, és a leszármadtak ma is élnek, akik huzamosabb ideig Bukovinában éltek, Fogadj Istenen, de nagyon sok család, tehát aki átlapozgatja ezt a könyvet, akkor csodálkozik, hogy hát ilyen, vannak köztük magyar nevűek, vannak szláv nevűek, tehát a legkülönbözőbbek, de nagy volt a népvándorlás. Rudolf Lászlót a nagyvilágból is nem kevesen megkeresik folyamatosan a bukovinai gyökerű székely leszármazottak, és bizony hálásak neki az összegzett, végigvitt, általuk nem tudott új információkért családjukról. A székelységet, mint népcsoportot DNS vizsgálatokkal kutató kanadai tudóshölgyel Elizabeth Longgal is kapcsolatba került többször is munkássága során, találkozott vele személyesen is. 16 ilyen ember csoportot lehet megkülönböztetni, és ő a bukovinai székelyeket kezdte tesztelni, részben itt Magyarországon, részben az Egyesült Államokban, Kanadában, összehasonlítani, hogy valóban rokonok-e, és amikor már volt eredmény, akkor ment Romániába, és azt csinálta, hogy elővette a román telefonkönyvet, megnézte, hogy mely településen vannak az adott népből, amelyre ő kíváncsi volt nagyon sokan, elment oda, hát találomra, sokszor talámra csak választotta ki a tesztalanyt, és utána nagyon sokszor bebizonyosodott, hogy igenis az ottani erdélyi falucskában lévő mondjuk, mondok egy józsefali példát, egy kató, vagy egy erős családnak, igenis ott lehetnek a gyökerei, hiszen az ott vett minta, és az itt Bátaszéken levett minta, az megegyezik. Ez azt jelenti, hogy az ő őseik valamikor közösek voltak.